Nagy volt az érdeklődés a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Testnevelési és Sporttudományi Intézetének november 21-én megrendezett tudományos diákköri konferenciáján. A kutatás, a tudományos munkára való igény kezdetektől jelen van az intézet életében. A sporttudomány dinamikus fejlődése is megfigyelhető, mely haladást jól tükrözi az idei TDK-n bemutatott dolgozatok nagy száma. A sporttudomány talán az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a tudományterületek között. Interdisziplináris volt, amiatt nagyon sok kapcsolódási pontja van természettudományi, orvostudomány, egészségtudományi területekhez, társadalomtudományba, pedagógia, pszichológia, szociológia terület, és ebben a kezdetektől mi elég erősek vagyunk, de a legdinamikusabb fejlődés, ugye a TDK két évente van a hazai, az talán azt mutatja, hogy a kettővel ezelőtti, tehát a 4 évvel ezelőtti TDK-n 9 pályamunka került bemutatásra a testnevelési és sporttudományi szekcióban, 2 évvel ezelőtt ez 17 volt, és most 2 évre rá az idei TDK-n, OTDK-n 25 pályamunka az, ami ebben a sporttudományi szekcióban bemutatásra kerül. A bemutatott 25 pályamunka témájában a sporttudomány, természettudományi és társadalomtudományi vonala is népszerű volt. Dr. Balog László intézetvezető az intézet oktatóinak nagy szerepét emelte ki a hallgatói munkákban, akik hatalmas segítséget nyújtanak tanítványaiknak a kutatói munka minden területén. A természettudományi területeken a hormonális, a genomikai vizsgálatok, de az élettani, sportélettani, terhelés élettani vizsgálatok, az antropometriai, szomatometriai mérések, ezek igen népszerűek. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy mindezek nem lennének ennyire népszerűek, azért mondtam az elején, hogy mi érdekli őket, hogyha nem lenne olyan oktatói gárda a sporttudományi intézetben, akik nagyon magas színvonalon tudnak segíteni a kutatásban, társadalomtudományban, itt a sportpszichológia saját területem az igen népszerű, nyilván ez összefüggésben van azzal, hogy maga a pszichológia egy igen népszerű terület manapság. Emellett a sportszociológiai kutatások, de a testneveléshez kapcsolódóan most a mindennapos testnevelésnek a bevezetése, ennek a kérdései, akár infrastruktúrát, akár a forrásait, tehát az anyagi háttereit tekintve megjelennek, tehát gyakorlatilag lefedjük a teljes sporttudománynak a spektrumát, az a jó, hogy az intézeti oktatók mind a természet, mind a társadalomtudományi oldalt képviselik. Az egyetemek diákköri konferenciáján elért jó eredmény egyben belépő az országos konferenciára, valamint figyelembe veszik mesterszakra, illetve PhD képzésre történő jelentkezések esetén is. A pontszerzési lehetőségek mellett azonban a tudományos munka személyiség formáló oldalát is kiemelte az intézet vezetője. Innen a helyi TDK-ról, az OTDK-ra lehet tovább jutni, ez is már számít, és egyébként elég jelentős mértékben számít a továbbtanulásnál. Ez az ilyen exakt racionális pontszámításon alapuló megközelítés. A másik az az, hogy nagyon-nagyon formálja a személyiséget a kutatói munka. Tehát a kutatótanárral, a mentorral együtt töltött időszak egy kutatási tervnek a felépítése. A sportolás, a testnevelés oktatása mellett tehát ebben a képzésben is fontos szerepet foglal el a kutatás, a tudományos munka és a konferenciákon való részvétel, mely nagymértékben járul hozzá a területen nagy érdeklődés mutató hallgatók későbbi tanulmányaihoz, szakmai előmeneteléhez.